Egészségügyi témával fogjuk folytatni, főleg ugye a COVID különböző hullámai alatt beszéltünk nagyon sokat a várólistákról, amik ugye korábban sem voltak rövidek, de a COVID hullámok alatt ezeknek a hossza csak tovább nőtt. Most egy teljesen friss pillanatképet mutatunk, nyilván nem az összes, hanem néhány beavatkozást illetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról vett márciusi adatok alapján, például, hogyha valaki térprotézis műtétre szeretne időpontot kérni, ott az átlagos várakozási idő az elmúlt 6 hónapban 259 nap volt, de még ez sem a rekord, mert például a szaruhártya műtétek, amik általában is nagyon hosszú listákkal rendelkeznek, 318 nap a várakozás és 280-an várnak ilyen beavatkozásra. Például a mandula vagy az orrmandula műtétre 1017-en várnak, igaz, ott csak 18 napot kell várni. És ugye már említettem önöknek azt az adatot, mi szerint 2 év alatt 44%-ra, több mint 60%-ra nőtt azoknak az aránya, akik magánegészségügyben szeretnének megoldást a gondjaikra, viszont a várólistákra ez sem okoz megoldást, mert hogy ugye szakértők azt mondják, hogy a szakembergárda az ugyanaz, abból nem lesz több, csak pingpongozik az állami szektor, meg a magánszektor. Kunert Zsomborral beszélgetünk, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Alapvetően ez a kulcs probléma mindig a orvosok és a szakdolgozók hiánya, és ezeket a várólistákat ezért nem tudjuk érdemben rövidíteni? Ez is az egyik kulcs probléma, a másik a magyar ellátórendszer struktúrájának a szervezetlensége. Az a fő kulcs probléma ebben az egészben. Mondjunk egy konkrét példát. Mondom. Hogy lehet megfogni? Úgy lehet megfogni, hogy például nézzük a finanszírozási részét, a finanszírozási oldal. Egyrészt a HBC pontok, amelyek alapján... HBC? Mindjárt mondom, amelyek alapján a kórházak, ezek ilyen, nevezzük így, ezek pontok, melyek alapján a kórházak egy-egy beavatkozásnak az ellenértékét megkapják. Teljesen mindegy, most ez de nem akarom ezt részletezni, ez alapján kapják meg a pontot. Ezek teljesen random kerültek megállapításra, nincsenek korrigálva, nincsenek felülvizsgálva, tehát egy-egy beavatkozás akár veszteséget is jelenthet egy-egy intézmény számára. Ezeket korrigálni kéne, ezeket már réges-régen rendbe kellett volna tenni, ezen beavatkozások finanszírozását. Ez az egyik oldala. Ez azt jelenti, hogy ha ez az egyik probléma, hogy még ha lenne is rá ember, lenne rá kapacitás, nem éri meg elvégezni? Veszteséget termel a kórháznak. Bizonyos beavatkozások masszív veszteséget termelnek a kórházaknak. Ez az egyik része. A másik része, hogy a koronavírus járvány kapcsán a koronavírus járvány előtti 3 hónap átlagfinanszírozását vették alapul a NEAC-nál, és ezt adják a kórházaknak, ezt hívjuk mi bázisfinanszírozásnak. Előtte teljesítményarányos finanszírozást kaptak, tehát amit elvégzett, és ugye jó-rosszul azt a rendszer valahogy kifizette. Most azt mondja, hogy 3 hónap átlagát kapja meg, akkor is, ha dolgozik, akkor is, ha nem dolgozik. Innentől kezdve, miután látjuk, hogy milyen adósságállománya van egy kórháznak, minden egyes beavatkozás az a saját adósságállományát növeli. Tehát a kórház nem érdekelt abban, hogy a várólisták csökkenjenek, nem érdekelt abban, hogy beavatkozások történjenek. Ugyanígy nem érdekelt a személyzet sem ebben, hiszen ugyanazt a pénzt kapja meg az orvos is, bárki, hogyha egy beteget látnak el, operálnak meg térprotézissel, vagy 15-öt egy nap. Teljesen kiirtották a rendszerből a motivációt. Ugye ez egy nagyon rossz motiváció volt régen, a hálapénz. Ez rendben van, hogy kiszedték, de semmiféle teljesítményfinanszírozás vagy teljesítménymérés nem maradt a rendszerben, így gyakorlatilag mindenki ellen érdekelt abban, hogy dolgozzon. Felteszek egy nagyon naív kérdést. Azért a beteg, meg az egészségügyi kormányzat, az nem lehet ellen érdekelt abban, hogy dolgozzon, és a várólisták csökkennek. Akkor miért nem találnak erre valamilyen másik módszert? Ez önmagában csak pénzkérdés, hogy nem akarnak még több pénzt belerakni. Nem csak pénzkérdés, még egyszer szemléleti szervezetlenség kérdés. Az egészségügyi kormányzatnak fogalma nincs arról, hogy mi történik az egészségügyben. Tehát akár hangyákkal is beszélgethetnénk, körülbelül annyira látják át. Le lesz cserélve Kásler Miklós? Én szinte biztos vagyok, hogy le lesz cserélve, de kire? Van tippje? Ne, nekem nincs tippem. Nincs semmi belső info? Nincs tippem. De menjünk ezen most tovább. Hát csak azért sokkal, ha már ilyen kritikát mondott, akkor azért ezt nyilván nem csak ön látja, hanem azért a kormányban is látják. Hát nem most nézze, az elmúlt 2 évre visszanézünk a koronavírus járvány kezelés kapcsán, azért hányszor voltam itt, és hányszor... Az sikeres volt, arról mindig elmondta a kormány. Akkor én néztem egy másik filmet.
a Cseh 2-t. Azt nem tudom, hogy ön mint nézett, azt meg meglátjuk, hogy Kásler Miklóst követi-e valaki a pozícióján. Még arról beszéljünk, hogy ugye említette ön is a Facebook oldalán, hogy nem biztos, hogy időszerű az, hogy mostantól már, hogyha valaki PCR-tesztet szeretne nem saját pénzen csináltatni, akkor ugye a házi orvos kihívta a mentőt korábban, de ez most már nem működik, csak a gyors teszt van a házi orvosnál. Ha valaki PCR-tesztet akar, ami ugye a legmegbízhatóbb, akkor az zsebben nyúlósan működik. Én az egyetértek, hogy ha valaki akar valamit, akkor azt fizesse ki. Tehát legyen egy közfinanszírozás arról, hogy ki mit akar, és ne az egyén döntse el, hanem a szakma és a szakmai indokok döntsék el, hogy ki mit kap szolgáltatásként. Ha ezen felül akar, azt fizesse ki. Tehát az nem érdekes, hogy ki mit szeretne, PCR-tesztet vagy gyors tesztet. Arról van szó, hogyha van egy járásképtelen beteg, aki nem tud eljutni a házi orvoshoz, nem tud eljutni, ha még léteznek egyáltalán ezek a PCR-vételi pontok, mert erről nem szól semmiféle rendelkezés, hogy ezeket megszüntették volna. Ez a beteg akár egy szociális otthonban, csak a háziorvosa számíthat most már, hiszen a mentőszolgálatnak megszüntették a kiáros funkcióját, ami egyébként nem is a mentőszolgálatnak kellett volna, hogy a dolga legyen, és valószínűleg a háziorvosa száll rá ez, mint örökösre. Ő fog kimenni, de neki nincsen PCR-kitje, tehát nincsen olyan eszköze, amivel PCR-tesztet. Jó, ez egy jó példa volt. Mi van, hogyha egy szociális otthonban gyanú van arra, ugye rengeteg felső légúti fertőzés van most is a levegőben, és szeretnék eldönteni, hogy ez most COVID vagy nem COVID. Én nem és tudom, nem gyors tesztel. Most ez nekem olyan, mint egy vágóműsor, hogy akkor felhívja a házi orvos valakit, hogy akkor most a közönség szavazza meg, vagy vegyünk el 50%-ot, esetleg Müller Cecilia majd szavaz valamit. Nem tudjuk, ki fog menni a házi orvos, meg fogja csinálni valószínűleg a gyors tesztet. A gyors teszt, ha fals eredményt ad, akkor az egész be fog robbanni, és az egész szociális otthonon végig fog söpörni. Korai volt ez az intézkedés? Tehát, hogy Szerintem szakszerűtlen. Én sokkal inkább úgy fogalmaznék, hogy ez abszolút szakszerűtlen volt ez az intézkedés. Meg kellett volna, hogy sokkal régebben meg kellett volna annak a lehetőségét teremteni, hogy ez ne a mentőszolgálat, hanem az NNK egységei végezzék. Egyébként a mentőszolgálat erre külön finanszírozást kapott. Tehát ő is megteremtette volna azt, hogy a mentést teljesen független emberekkel végezteti. Ugye az ország számos pontján vannak ezek a kis konténerek, és magánúton lehet PCR-tesztet végezni. Megint az pénzkérdés volt, hogy itt az állam nem vásárolt kapacitást? Én sokkal inkább politikai érdemnek látom, vagy értelemnek látom, vagy politikai szándékot látok e mögött. Az állam nem akart tesztelni. Nem arról van szó, hogy az állam pénzkérdés, nem akarta, hogy tesztelve legyenek az emberek, tesztelve legyenek az állampolgárok, mert ha tesztelve vannak, akkor vannak betegek is. Hát mondjuk azok így is voltak, azért ez kiderült, meg több mint 40 ezer halottunk. Na most képzelj, amit még besöpörtek a szőnyeg alá. Köszönöm szépen, hogy itt kezdte a napját.